miniszterelnök úr, önnek a torkához szorították már a gumibotot egy embertelen rendszerben, amikor az igazságért állt ki, pontosan tudja, hogy milyen érzés, egy fotó is van róla az interneten. Azt szeretném tehát kérdezni öntől, elítéli-e, hogy a magyar rendőrség gumibotokkal ver ártatlan fiatalokat, és könnygáz fed be azok ellen, akik az igazságért tüntetnek, ahogyan egykoron ön. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A magyar parlamentben akkor lehet valaki képviselő, hogyha esküt tesz. Az eskü világosan beszél, a törvényeket betartjuk és mindenkivel betartatjuk. Önök az ellenkezőjét teszik. Folyamatosan arra hívják föl, arra bújtogatják az embereket, hogy ne tartsák be a törvényeket. Magyarországon lehet tüntetni, szoktak is tüntetni. Van azonban, amit nem lehet. Nem lehet építési telekre törvényellenesen behatolni, nem lehet középületeket megrongálni, és rendőröket sem lehet megdobálni. Még egyszer kérem, tartsa be képviselő esküjét. Köszönöm. Hát a kérdést most nem sikerült megérteni, úgy látom. Arra szoktam megkérni, hogy ne sértegesse se a diákokat, se pedig a tanárokat, akik azért mentek az utcára, mert nem akarnak egy bosszú törvény alatt ebben az országban sem tanulni, sem pedig tanítani. Ugye feltenném újra a kérdést, hát a második nekifutásra sikerül-e választ kapnom, és nem csak én, hanem a diákok és a szülők és a tanárok százezrei várják a választ. Elítéli-e ön, hogy a magyar rendőrség gumibotokkal ver ártatlan fiatalokat, és könyvgáz szerepve azok ellen, akik akárcsak egykoron ön az igazságért tüntetnek? Köszönöm. Szépen, elnök úr, megismétlem, tehát arra kérem a szülőket, arra kérem a diákokat, arra kérem a tanárokat, és arra kérem önt is, hogy tartsák be a törvényeket, és a törvények keretei között fejezzék ki a nem tetszésüket és tiltakozásukat. Köszönöm szépen.